magam kinyílott egy vadrózsa. Minden utca jó kezem van, ez a kellett üzenetben az igazhoz. Nyugodtan! Na 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 na
köszöntök minden kedves résztvevőt és jelenlévőt, ezt a mondatot már lekéne rédesen, mert mindenit így köszönök be. Nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni a polgármester asszonynak és a szervezőknek, hogy újból itt lehetek ezen a színpadon, ezúttal magamban, és nagyon szépen szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek ilyen szép számmal. Én remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Egy kérdésem lenne, de azt hiszem, hogy ezt 2018-ban már letisztáztuk. Mehet a tegeződés? Oda-vissza. Köszönöm szépen, magyar ember tegeződik. Nekem ezt tanították Magyarországon, van, akik Magyarországon rajongók is. Köszönöm nektek is, hogy eljöttetek. Szép száma, nagyon sok ismerősöm van. Azt szeretném megkérdezni, ki az, aki itt volt ezelőtt 6 éve, amikor a csapattal felvéttük? Köszönöm szépen! Hát akkor tartozok majd egy rövidek is magyarázattal. Köszönöm, sziasztok, igen. Majd tartozok egy rövidek is magyarázattal, majd eljön annak is az ideje. De én hoztam sok mulatos dalt, hoztam a régebbi slágerekből, és természetesen hoztam a Royalty is új dalokat is. Úgyhogy remélem, jól fogjátok érezni magatokat. Induljunk, majd folytassuk. Nyitva van a százados úr. Abraka. Kisiratos név egyből beugrott, és beugrott a kisiratos névvel kapcsolatosan ez a csodás tér itt ezekkel a lámpákkal. És jól emlékeztem, itt az egyik, ismerőssel, rajongóval, Facebook ismerőssel, követővel beszélgettem, és mondta, hogy emlékszel, mikor ezelőtt 6 éve ezt bemondtad. Mondom, erre jól emlékszem, erre a térre nagyon emlékszem, és ritka, szép, tehát ez az igazság. És egyből beugrott, tudtam, hova jövök, és ezzel együtt beugrott a közönség, és tudtam, hogy nagyon jó buli lesz, úgyhogy nem csalódtam bennetek, köszönöm szépen. No, tartozok egy rövidet kis magyarázattal, ugye? Volt egy csapat, ami Royalty volt. Ezzel a csapattal léptünk fel 12 éven keresztül, 14 éven keresztül. Ez a csapat megszűnt, hogy mi az oka, ezt már nagyon sokszor leláttuk, ezt nem szeretném itt most mondani, akit érdekel esetleg, az nézze vissza a YouTube-on, a Facebook-on. A lényeg az, hogy ami nem működik, azt nem kell erőltetni.
Nagyjából ez történt. Én abba szerettem volna hagyni a pályafutásom, de a Sláger TV vezetőségének köszönhetően azt mondtam, hogy na, akkor üssek, jöjj, belevágok. Hát megérte, köszönöm szépen. Nagyon sokan követnek, egyre többen vagyunk, és nagyon sok fellépés is van, úgyhogy hála jó Istennek, működik. Na de, egy régi slágert, aminek a szövegét édesanyám írta, és aminek a dalomát én szereztem, ezt elhozta magával, magammal, és eléneklem nektek, fogadjátok a sok szeretettel, Túlfehér, Gyöngy Virág. Amit már oly sokszor fellépéseim, hogy három nap, hogy szeretném a kezeket a magasba. Jó, biztatásképpen figyelem!
beszéltem itt a polgármester asszonnyal, és köszönöm szépen a kedves fogadtatást, jó volt úgy találkozni. Megtudtam azt is többek között, hogy az én lányom és az ő lánya Henny mind a kettő. A lányom az itt van valahol olyan fotós, videós, itt van, igen. Az ő lánya pedig volt az, aki bekonferált engem, mert csak azok kedvére, akik nem idevalók és mert nem tudnának. Aztán beszélgettünk itt a feleségem, aki most pont nem technikus, egyébként a múlt héten ő volt az, most a Gabi van itt. A kicsi Gabi, mondja, hogy én a technikusom, köszönöm szépen, hogy eljöttél. A párom úgy szintén a fotóvideóval van, úgyhogy köszönöm szépen, én kapcsolatban a megjelenemére. És ugyanúgy megjelenem egy tapsot a technikus, mert csodálatos a monitor és a kihangosítás, úgyhogy szerintem nagyon jó munkát végeznek. Megérdemlik a kapcsolatban, köszönöm. És azt szeretném mondani, hogy elbeszélgettem itt a polgármester asszonnyal, és megkérdeztem, hogy hát mégis azért mi okból kaptam újból meghívást. Elmondhatom, ugye? És azt mondta, hogy hát visszaszoktuk hívni azokat a vendégeket, akik mondjuk a közösség azt úgy gondol, hogy szeretnék látni nálunk színpadon. Úgyhogy szeretném megköszönni a közösségnek is, aki ezt hangoztatta. És természetesen elsősorban a polgármester azt mondta, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Most gondolkodom, hogy milyen dallal folytassam tovább, egy saját dallal, vagy egy mulatóssal. Szerintem lehet egy mulatóssal? Legyen egy mulatós, aztán utána menjünk a sajátra, jó? No hát, tavaly volt itt egy csapat, aki nagyon jól táncolt. Felhívtuk a színpadra. Kik vannak innen azok közül? Jaj, na tavaly, igen, köszönöm szépen, már én öregszem, 6 éve, igen. Igen, és ki van még itt azok közül, akik a színpadon itt táncoltak nálunk is? Ki az, aki bevállalja azt, hogy feljön a színpadra és ezt a dalt együtt elénekeljük? Ki az, aki volt már része? Te nem voltál, Pisti, te hagyjál már, te nem iszol már 30 éve, mióta megszülettél, hagyjál már. Az Attiláról elhiszem. Na, ki az, aki volt részeg? Őszinte ember, én is voltam, bevallom. Gratulálok neked. Így van. Egy egészséges ember néha-néha beberugik. Ki az, aki még volt a jelenlévő közül? Őszintén? Ilyen sok úrnak itt van a felesége? Komolyan? Nem meritek a kezeteket? Na ez az. Így van, így kell ezt csinálni. Na akkor ez a dal szóljon azoknak, akik voltak már részegek. Jó? A színpadra akkor a tavalyi társokat nem mert feljönni? 6 éve, igen. Most már ez... Tavaly nagy varjason volt, igen. Na, hát akkor 6 éve. Hát nem jönnek apriseinek nekem ezt a dalat. Igen. Hát emlékszek, hogy ne. Csak annyi helyen voltam, hogy már néha-néha kikiesnek emlékek. Már korosodok. Már én sem vagyok mai csirke. Na fogadjátok akkor sok szeretettel. Az a rendes italos, aki mindig italos, én sohasem. Na hát akkor szeretném adani a hangokat, és azt, hogy énekeltek. Yeah.
Köszönöm szépen! Na, meg volt akkor a bemelegítés, szerintem most már senki nem fázik. 29 ok még mindig van bint. Hála jó Istennek, hogy egy kicsit elcsökkent a hőmérséklet, mert másképp szerintem szolnálnánk ki. No, van egy olyan dal, amit a szóló pályafutásom elején, igen, ti már tudjátok, ti már kiürötöttök mindent, szintok meg a filmen fellépésemet. Ki az, aki esetleg engemet jól követ a YouTube-on vagy a Facebook-on? Akkor láthattatok már sok videót, ilyen összefoglalókat. Nagyjából ugyanazt a műsort szoktam előadni, bár azért változtatok néha-néha, itt is már történt egy változtatás. És ezzel a dallal kapcsolatosan így szeretnék akkor elmondani, aki esetleg nem tudnám, hogy ez szóló pályafutáson első saját dal, ami igazából egy másik dallal, tehát ez az óhányszor mondtam, és a vártam rá, ez a két dal, egy délután 2-3 óra alatt született meg. Ez lekerült a stúdióba, és 2 hét alatt, ha jól emlékszem, videóklip született rájuk, a dalok megjelentek és bekerültek a TV-be, szóval ez egy rekordgyorsaság volt. Ez így történt, vannak, akik ezt nem hiszik, de ezzel maradnak. Én akkor is tudom, hogy ez így volt. Fogadjátok tőlem sok szeretettel, a dalnak a címe Óhányszor mondtam. Gondolom, sokszor kell mondani az uraknak, ugye? Vitt ki a szemetet, ne gyere be cipővel, stb. Na hát nagyjából erről szól a dal. Hogy azok át, én hiszem azt, hogy engem.
egy közös fotót megengedtek? Hallottam, de nem? Igen, volt, aki nemet mondott? Most nemet tetszett mondani. Nem, akkor egy közös fotó lehet. Na jó van, figyeljetek ide, mindig, aki követ engem tudja, hogy mit szoktam mindig mondani, aki nem, azoknak elmondom, jó, azok kedvéért. Tehát arra kérnélek benneteket, hogy háromra egy kész felemelés, hogy lássuk, hogy mennyien voltunk, egy nagy sikoly, de csak azok részéről, akiknek tetszik a műsorom, és akinek mennyire tetszik, akinek nagyon tetszik, az jó hangosan, hogy a szomszéd településen is hallják, akinek nem tetszett, az nyugodtan nem válaszol meg, jó? Háromra, figyeljetek! Nem tudom, ott oldalt bele lesznek-e vagy sem, hát meglátjuk, hogy mennyire fogja lenni, oda kell nézni majd a lányokhoz, abban a kicsiket is telefonba. Jó? Háromra, figyeljetek! Egy, kettő, három! Az igen, köszönöm, hogy ilyen hosszú itt tart, azt szerint az én is olyan, hogy sokáig tartson. Hát, ha majd megengedik, akkor fog, jó? Na, figyeljetek, a lényeg az, hogy ez volt a próba, most jön az éles, jó? Tehát háromra ugyanúgy, legyen ez az oldal is benne, jó? Ugyanúgy, egy sikoly, egy tíz felemelés, és folytatom a bújjuk. Egy, kettő, három! Köszönöm. No, hát akkor figyeljetek ide, én valamit keresek. Ugye nem haragusztok, ha én ezt a hűtő bármesternek a hölgyet adom. Fogadtőlem sok szeretettel. Minden műsoromon felépésemen egyet kiosztok. És úgy gondoltam, hogy tegyen lehetél most már itt a legtöbbet. Már mindenki is, köszönöm szépen. És vannak még ilyen kis szórólapok, amikben szeretnék azoknak a kedves közönségnek, rajongóknak kiosztani, akik esetleg kérnek belőle. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt le fogok megismerni ezt a dalat, miközben elének nem a köztetek. Remélem, hogy a mikrofon majd fogja venni, akkor majd osztogatok belőle egy párat. Fogadjátok sok szeretettel, a dalnak a címe. Egyébként ez a dal a feleségemnek íródott. Ez az én szerelmi dalomásom számára. De szerintem nyugodtan rá lehet vetíteni a kisivatosi közönség számára is. Fogadjátok sok szeretettel, a dalnak a címe. Veled lenni olyan jó! Mit tettél, hogy szívem meg
köszönöm. Köszönöm szépen. No, hát akkor van egy olyan dal, nem tudom ki az, aki ismeri. Ha ismeritek, ígérjétek meg, hogy vele megint énekeltek. Ti tudjátok. Egy erdő szélén sátorozva, helyre összeszedik a félszemű ló. Gyertek alatt a döglött tyúkok. Fogjátosok, szeretettel vannak a című tegyeknek nektek elbőszíni. Kicsit másképp. Dolg ezeket, ez szüksége van rá. Gyerünk kis illatos, ott a székeken is. Köszönöm szépen mindenkinek. Mind alattak ezeket a vonatra. Ez egy Marcello Zéka, aminek édesen elhívta a magyar szövegét az én kérdésemre. Úgyhogy fogjátok sok szeretettel. Magyarországon nagyon kedvelik ezt a dal. Még sokkal lehet nem ismerik.
De én úgy döntöttem, hogy itt el fogom énekelni. Már csak azért, mert tudom, hogy vannak itt olyan rajongók, akik viszont ismerik. És biztos vagyok, majdnem biztos vagyok abban, hogy azok a kedves hölgyek és urak, akik esetleg még nem hallották, mert ők is meg fogják kedvelni ezt a dalt. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a dalnak a címe, Csuda szép szemei után. Noel megszóljon az a dal. Én szoktam taxizni, amikor időm engedi, mert nagyon szeretem. Szeretek az emberekkel kommunikálni, csak már nagyon régóta nem voltam kint, és a amikor a tavasszal nekem ez a dal nagyon megtetszett, kimentem taxizni, és két kliens közül gyorsan megírtam a szöveget, és így született meg ez a dal. Úgyhogy igen, a szövegéről voltam. Köszönöm szépen! No figyelj le, kisbarát! Téged hogy hívnak? Hogy, Bence? Mihály, Misike? Na Misike, figyelj, kérdezek tőled valamit. 7 éves van? Isten értesen sokáig. Tudod, hogy én ki vagyok? Ki vagyok? A bácsi. De nem a cukros bácsi, mi? Na, nem tudom, hogy ki vagyok? Nem. Olvasni már tudsz? Mi? Már tudsz? Tényleg? Na gyere csak ide. Nézd már meg, mit írott annak a némileg ott van a pikóján. Itt, ennyi, ide nézzél. Ahó. Misike! Ja, te sokat nézel! Na jó, oké, menjünk tovább. Ki az, aki tudja, hogy ki vagyok én? Royal TV, egy piros pont. Tovább. Royal TV vagyok, az is maradok.
A Lukinak a fia. Na itt van a bizonyíték, hogy a néni sok videót nézett már. Meg nézd is, jó rendben örülök. Megpróbáljuk meg nekem ezt a dalt együtt. Egyre nem tudjátok, hogy ki vagyok. A Lukinak a fia. Ránézek a... Összeszúrnak. Csinál, csinál, jól csinál. Ránézek a... Hát nem bántsatok. Hadd éljem a világom. Ránézek a hosszú nyelvű késedet. Na jó, akkor ezt a dalt fogom elénekelni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokan, sokan nem kedvelik ennek a dalnak a szövegét, viszont szeretik a dalt. Mert van benne egy ilyen szó, tényleg az indalem egyébként nem erről híresek, egyik dalomban sincsen ilyen, hogy összeszúrlak, összevágyok benneteket, de nem tehetek róla, hogyha ezt a feldolgozást annól valamilyen így írták meg. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, és akkor énekeljük együtt, jó? Lehet. De nem tudjátok, hogy a Lukinak, a Lukinak a fia, ránézek a... Ez az! Ránézek a... Hosszú nyelvű késedet, összeszúrlak, összevágod emeletet. Csinál, csinál, jól csinál, leszek neked, leszek neked. Ránézek a... Hosszú nyelvű késedet, ránézek a... Hosszú nyelvű késedet, összeszúrlak, összevágod emeletet. Hey!
Köszönöm, jövök, folytatjuk! Thank you.
Ha végig megyek,